Sziasztok! Szevasztok! Hát itt vagyunk idei év első videójában. Így van. Első. Fasza. Mindegy. Van nekünk egy ilyen... Teszkós. Köszönjük. Igen, teszkós. Hát energiaital. Úgy is látják, rá van írva. Jó, de én nem... Izéltem, direkt kitakartam az alap. Na mindegy. Fasza tudjuk. Fú. Egy ilyen monster, mint a Tesco-ba vettem. Igen. Gyerekek. Meg úgy néz ki, hogy idén összejön a budapesti út. Reméljük. Reméljük. Amivel ugye már régóta tartozunk. Így van. A csatornának is, nektek is. Úgyhogy... Hát ez most egy ilyen energiaital kóstolós, beszélgetős, ilyen így van. Idei év első, ilyen, mi legyen, ilyen kóstolós plusz dumálós videó. Ja. Egyéb ilyen, mert ugye jöttek a kommentek a korábbi videóra, hogy mikor lesz ma megint energiaital, te ezt meg tököm tudja. Mm-hmm. Úgyhogy most van, kicsit ilyen dumálósabb videó, de ilyen is kell. Így van. Úgyhogy reméljük, hogy mindenki jól van. Senki nem esett bele a Covid-ba, hál' Istennek. Mm. Semmi. Ja, úgyhogy... De ha mindegyik költök ugye figyeli a mi nyíztánkat, azt hiszem, hogy TL csapatos is van. Mm-hmm. Az is általában szabad üzemelni, meg a személyes zénk is, mert úgy, hogy mindenki a művész nevén használja az Instagramját, ugye? Hát, azon is ugye be lehet minket követni, bármikor bármennyien, és csend. És ott is nyugodtan írhattok, meg megkereshettek minket, hogy videó szempontból, hogy mikor, mi lesz. Ezt az egész pesti dolgot is csak úgy akarjuk, hogy ha össze is jön, hogy felmegyünk, ki lesz írva a TL csapat Facebookra, meg az Instára, hogy ekkor és ekkor indulunk, meg minden, és hát ott, akik ugye persze, ha van köztetek olyan, aki budapesti, és meglát minket, akkor nyugodtan gyertek oda hozzánk. Úgyis egy ilyen egész napot töltünk ott el, egész reggeltől korai estig kb. Attól függ. Mm-hmm. Úgyhogy mindenfele leszünk, tehát Mamutba akarunk elmenni, akkor a Tejpékáló Tigrós és Sztorba, akkor az utcán kicsit így sétafikálni. Westend. Ja, Westend, Arcade, ilyenek. Az ilyen helyeken, úgyhogy megtaláltak minket majd, hogyha esetleg felismernétek minket. Úgyhogy mi lesz még? Hát még az utcán esetleg valamelyik kajáshoz benézzünk, aztán kajálunk valamit, ha úgy van, és nem akarunk addig árkába kajálni, vagy ilyenek. És veszünk oltit. Igen, meg lesznek ugye, kivételesen lesz videózás is, úgyhogy az is lesz erről. Az útról is lesz, ahogy elindulunk fel, amikor megérkezünk, akkor is lesz egy bejelentkező videó, és ugye napi szinten, amerre éppen járunk, ott lesz mindig egy ilyen bejelentkezés, hogy éppen merre vagyunk, hol tartunk, ilyenek. Csak úgy bevásárló központokban úgy annyira nem hiszem, hogy lesz, majd meglátjuk, hogy valahogy megoldjuk. Maximum úgy, hogy nem fogjuk a lábányt a kezünkben, vagy a vizét szemfibotot, hanem csak a telefonnal, és akkor kicsit úgy nem lesz annyira feltűnő, talán. Fasz se tudja. Meg lesz oldva. Ja, meg voltunk. Meg lesz oldva minden. Csend. Egyébként nagyon jó, igaz, hogy már internet, de fősséges. Ja, hát... Kis fontával nagyon jó lenne.
Hát ez a tipikus Tesco-s íz, ez pazarul megvan. Ja. Úgyhogy mi lenne még? Van még, amit akarunk így mondani én a csatornával kapcsolatban? Hát, igazából terveztem ilyen új mintákat. Az mondjuk pólókra, vagy ja, a pólóra. Vagy még akár sapkára is akarunk. Ja. Lehet, hogy lesz egyéni be is, meg közös logós sapkák is tervezve, különböző logókkal. Az ő művész nevével is lesz majd szerintem külön minta az enyémmel is, meg ugye a csatorna logóval is. Úgyhogy sokféle lesz. Nyárra meg majd lesz ezért. Lesznek majd különböző videók még, edzős videó is, hamarosan vissza fog térni, aki nagyon szerette az edzős videókat, az felkészülhet, hogy most lesz pár videó. Az étrendünk is be lesz mutatva, hogy mi most olyan táplálkozunk éppen az edzés alatt, semmilyen versenyre nem készülünk, semmilyen azért nem akarunk ráhajtani, csak így a magunk miatt csináljuk. Meg hogy nektek legyen ebből a tartalom. Mert mindent a minőségi videóért. Ja. Hangya evés, nem? Nem. Amúgy nagyon csípősök. Csak mondom. Meg kell kóstolni. Hallottam ismerőseimtől, hogy egy hülye megkóstolta, és a benne lévő sav az ilyen csípős volt. Hát ki kell szállítani őket. Persze, sózottan és szállítottam, mi? Kicsit, milyen fölséget lenne. Miért a liszkókaszot is megették? Jó, de hát is tiek, azok minden, mindent megettek. Liszkókac, sem lepkeváb. Egyet megkóstolnám. Gohajtúró. Azt már. Skorpió a végén. Azt igen, azt már. A gyerekek, szóval így összességében így ezek várhatók majd a csatornára. Lehet, hogy lesz majd nálam még, lesz majd olyan videók, hogy későbbiekben ilyen nyár környékén ilyen túrás, hogy autós vloggal keverve, hogy meg lesz beszélve egy hely, hogy hol megyünk, és akkor kocsival elmegyünk, mert ugye addigra már meg lesz. Ott lesz drifte is. Nem, az nem lesz. Nem nyúzom meg szegény autót. Igen. Csapatos autó is lesz majd. Arról is majd még talán ebben az évben, hogy még lesz videó. Hogy milyen csapatos verdát veszünk. Mert gondoltam rá, hogy az adókörszekről, hogy a ez egy jó fogáson ilyen lerugott ladát venni. Ott úgyis olcsók. Ott van 1000 forint egy lada. Na, ez tök jó. Kocka lámpás. Aha. Az jó. Ja, jó, 1500-es. Fekete színű legyen akkor. Olyan, mint az ilyen. Ja, úgyhogy lesznek kicsit változások a csatornalon történetében. Főleg ezzel a testi videóval. Lehet, hogy ez egy ilyen mérföldkő lesz a csatornának, meg nekünk is. Új hely, új helyeket bejárunk ugye. Meg majd ugye későbbiekben, hogyha bejött a jó idő és a meleg nyári idők, akkor sok kültéri videó lesz. Sok túra. Meg a Ameripekkes. Meg az, igen. Nem a szobába. Igen. Nem akarjuk felgyújtani a tapétát. Az jó volt amúgy. Nem tudom, hogy láttátok-e azt a magyar Ameripekkes videót, vagy a magyar katonai csomagos videót, mert az halálja volt. Ja, de teszem a leírásban. Úgyhogy, hogy itt, vagy lent a leírásban megtaláljátok, de hát az
Nagy volt, amikor eloltattam a... ezért... azt a... égő kockát. Pillanatom láttam, amikor úgy víz egy lentetőn... Majd bevágom, hogyan oltottad el. Pont ugyanúgy oltottam el, mint Isti is, amikor is nyakon öntette a pillanatabletet, és gyulladt neki. Benzint kellett volna állítani. Amíg ott van, kiteszteljük. Jó. Nem, én nem csinálunk. Jaj. Vagy mi alkoholt? Nem, hogy kiderül. Úgyhogy gameplay most egy darabig szünetelnek. Biztos feltűnt. Semmi gameplayünk nem volt mostanáig. Egy jó pár éve. Egy jó pár éve. Szerintem egy olyan bő két éve, három éve már nincs gameplayünk. Nem azért, mert nem akarunk csinálni, mert hogy nem érdekelnek minket a játékok, meg ilyenek, de igenis érdekelnek minket, ugyanúgy, mint bárkit, csak most nem tudunk úgy, miből hirtelen meríteni. Tehát most PS2-t már ki játszottuk már, azt már be is mutattunk nektek, még az elején laptopot nem játszunk, az nem olyan... Már egy rakásszor. Meg egyrészt nem is olyanok a játékok, amik találhatóak úgy rajta, fel tudnánk tenni játékokat, meg minden, de hát azzal meg mondok, hogy azokat ti is tudtok játszani, hogyha persze érdekeltétek a Eurotruck, meg az amerikai Chromium Simulator. Nekem legalábbis személy szerint az a kettő volt a kedvencem, meg a Call of Duty. Call of Duty. Ott a pont, meg a négy. Minden gyerekek, úgyhogy így a... lesz majd még azért úgy gameplay, de hogy mondjam, ilyen Xboxon talán, mikor be lesz mutatva egy Xbox, hogy majd hozzá jutunk a későbbiekben egy ilyen Xbox vásárláshoz, és hogy bemutatjuk, hogy milyen Xboxunk lesz, mert még azt se tudjuk, hogy milyenünk lesz, vagy milyet akarunk elsőre. Vagy PS4-t. Vagy PS veszünk, nem tudom, mert én igazából Xbox párti vagyok, ha az arra esne a választás. De viszont abból is majd viszont lehet, hogy lesznek majd játékok, egy pár, mit tudom én, Forza, talán Forza 5, ha majd végre persze megjelenik az is. Meg a korábbi Forzákból kéne csinálni majd egy ilyen videót. Horizon 3. Ja. Szóval megpróbáljuk majd az új Xbox-a majd beszerezni, Forza Horizon 3-at. Az jó. Az kegyetlen volt az a játék, amivel mi úgymond először találkoztunk, amikor még az volt az új. Amikor megjelent a Forza Horizon 3, akkor az volt nekünk úgymond a csúcsunk. Játékok terén, ilyen autós játékban. Nagyon játszottunk a Balmizé Media Market-ben. Ja, tényleg. Elhülyére játszottuk magunkat ott. És mindig volt a vita. Majdnem mindig bunyó is lett abban, hogy ki játszik most. Ja. Na mindegy, gyerekek, úgyhogy a játékok, kicsit most így a játék téren is szünetelünk. Ellenben egész más tartalmak jönnek majd. Mondtam, hogy elhonnattal az edzős videók várhatóak, meg a budapesti, ha minden igaz. De ezeket úgyis meg fogjátok tudni a TL csapat Facebookon és az Instán. Meg addig úgyis még jövünk majd ilyen videókkal, amikkel beszámolunk nektek. Egy pontos időt is mondunk majd, mi azt lehet, hogy majd inkább akkor, hogyha kiírjuk, az lesz a pontos idő. Így van. Ja.
De hogyha esetleg pestiek is lesznek úgy, akik ugye, vagy hát most is van köztetek olyan, aki pesti és néz minket, akkor hogyha esetleg van kedvetek, akkor fel is ismertek minket, akkor nyugodtan jártak oda, meg minden, úgyhogy kicsit így dumáljunk meg, hogy mondjam, egy kicsit, hogyha szeretnétek, akkor eltölthetünk egy kis időt akár. Beülünk valahova, dumálunk, vagy együtt lógunk, ha úgy van. Van kedvetek, persze, nem erőszak. Nem erőltetünk semmit. Nem megveszed, de azért. Jó, nem, gyerekek. Ha tényleg úgy van, akkor nyugodtan. Mint a Pécsi Pléten is volt ilyen, hogy kajáltunk, és akkor is jött a felkerés, és hogy megláttak minket a büfé részen, itt a Pécsi Expóban, aztán hogy nem mertek oda enni. Hát gyerekek, hogyha felismertek, akkor nyugodtan. Tehát nem féljetek tőlünk. Ja, akkor járunk akkor is. Tehát nincs kiírva akkor sehova, hogy ne zavarjatok, mehetünk. Vagy Ja. ilyenek. Nem tudom. Nincs. Zavarom, nem lehet tudom menni. Jó van. Ja. Nem, nincs ilyen. De tényleg, ha úgy van, akkor nyugodtan keresetek. Bizalommal, edzés terén is majd, hogyha úgy lesz, és sikerül visszahoznunk azt a formát, amit úgymond előtte is csináltunk, azt a hatásos miget edzéseket, akkor nyugodtan írjatok, hogy ha persze nektek is úgy kedvet kaptok a újra esetleg az edzéshez, valami, mert múltkor is, jó múltkor járva, hát amikor utoljára edzettünk, akkor is kaptunk ilyen kommenteket, hogy jó volt, meg minden, motivált titeket, és saját, hát ami úgymond ilyen amatőr szintű edzésünkre kezdtetek el ti is edzeni. De hát ez nekünk is így jó esett. Pedig mi se értünk úgy perfektül az ilyen edzéshez, mint amit annyira kell, tehát mindent mi is úgy csinálunk, ahogy tudjuk. Ami nekünk így jön. Meg a mi hatásos. Meg persze, ami hatásos, ami formál, erősít. Zsírjöket nem fogsz venni, ez így a neveléhez nyilván. Nem. Nem, olyan már nincs. Tehát ilyen, jó, most néha azért belefér annyi, hogy bűnözünk egyszer-kétszer, hogy kieszi talán, az még úgy el is megy, mert ott tényleg 100%-os a hús a hamburgerekben. Csirke. A csirke viszont az nagyon jó, főleg van is ott egy jó pár olyan burger, ami tényleg jó, és ha tehetitek, és akartok így gyors kajába menni, akkor inkább a KFC-t válasszátok. Sokkal jobb. Még akkor is, hogyha úgy van, hogy randizni akartok, és nem akartok úgy Mackie meg ilyenekbe beülni, akkor azokat felejtsétek el, Mackie meg az ilyen Burger King ilyeneket, inkább KFC. Oda menjetek, az tuti. Jobb kaja is van, ugye, 100%-os csirke, több mindenből lehet választani, Burger King-ben meg csak mit eszel? Van max saláta, meg hamburger, az ennyi. Azért KFC azért nyitottabb, hát ott tudsz boxot kérni, ilyen nagy kosaras, ezért amit tele van csirkecomba, meg csirkeszárnyakkal, meg azért ott tudsz azt hiszem tortillát kérni, azt hiszem. Akkor kúri. Opa! Az így kösz. Az így látszik katonai táska, egy puff, figyeld őt. Az Csak így így magától. komoly. Hát jó, köszönjük. Meg sok minden egészségesebb a KFC-nél, mint a Burger King-nél, meg a Mackie-nél.
És soha bezárnak, most miért az egész céget. Nem. Úgyhogy minket úgy most inkább az edzés is fog érdekelni, így a videózás terén, de nem fogunk elfelejteni videókat csinálni, ahogy tudunk, csinálunk videókat, úgyhogy legyetek kicsit megértőek. Próbálunk így a magunk terén is rendet tenni, meg rendet tartani is így a magánéletünkben, de a videózás az mindig fontos. Ha előrébb akarunk jutni, akkor még pláne. Lesznek majd viszont jobb időkben ilyen találkozók talán. Ilyet megpróbálunk most idén szervezni, hogyha persze ez a nagy Covid dolog lemegy. Állítólag ez már le fog csinni ilyen, mikor májustól. Nem, már nem annyira van érdekli. Ja, megint. Nem tudom, gyerekek, úgyhogy lesz még itt változás. Lesznek. Elég sok. És jó irányba fog most a csatorna megindulni. Reméljük, hogy csatorna történetének ez a fénypont, és ennél csak fölfele megyünk, és nem lefele. Ha láttátok, akkor már majdnem 200 videónk van fönt, 17 óta. Amiket úgymond kisebb-nagyobb sikerrel elértünk, kisebb-nagyobb videók. Sok hülyeség is, turbisz kihívás. Annak kell egy negyedik rész. Jó. Nem lesz jó vége. Jó, majd lesz. Ja, szóval összességében így ennyi, gyerekek. Nem tervezünk meg ott a csatornával, de megállunk, az fix, hogy nem. Csak fölfelé. Visszafele sose akarunk menni, mert csak előre kell nézni. Előre van a célunk is, és meg lesz minden. És a Pesten kívül, ha ez tényleg össze is fog jönni a pesti út, ez nekünk is nagy dolog lesz, pláne a csatornának. Végre valami újdonság, nem csak az ilyen pécsi környék meg minden, hanem egy új környezet, új látnivaló. Reméljük azt minél többen megnézitek. Nem mintha az eddigieket nem néztétek volna meg, de viszont a ilyen emelépekes videók azok még fognak jönni sorjába. Lehet, hogy még egy talán még ebben a hónapban is jön. A kickstart, vagy hol legyen. Meg így sorba, majd ilyen. De az a bajunk, hogy ugye egy csomag az akkora, hogy nem tudunk úgymond kettő csomagot megnézni egy videóba, hanem arra mindig kell több videó. Na ugye egy kaja adag is pont hogy annyi, hogy egy videó tartalomnak elég. Tehát mint a Zsoltiék is úgy csinálta, vagy hát Zsolti úgy csinálta eddig a 3-4 ilyen videót, hogy egy csomagot bontott ki egy videóba. És az, hogy a ki is volt Isti, meg ki volt a másik? Mindegy, ők hárman, ugye ott háromféle csomag lett kibontva, majdnem egyforma volt mind a három különben, és ott mind a hárman úgymond elfogyott, de az megint egy másik, ahhoz nekünk is kéne két ember, vagy úgy tudnánk kettőt kibontani, hogy fejenként ugye egy egész csomagot eszünk meg, maximum, hogy így megkóstoljuk, hogy miért eszik a másik, vagy a két különböző csomagot sikerül ugye beszerezni. Vagy jönne a titánusz is. Vagy. Nem tudjuk még, hogy ez hogyan lesz, de nem fogjuk elvetni, az jó lesz, meg én. Kicsit ilyen katonás kaják is jönnek, meg még ehhez hasonlókat is megpróbálunk még beszerezni. Megpróbálok valahonnan franciát beszerezni, majd... Oroszt? Ja, vagy azt, vagy amilyen éppen még sikerül, mert az internetet most nagyon elkezdtem bújni ez miatt is. És ahogy láttam, elég jó tetszett nektek. Az ilyen.
az utolsón, azt hiszem a magyar katonai csomagon van 70 megtekintés. Na, az elég jó. Az úgy szép. Az előzőkkel sincs kevés, úgyhogy olyan szinten úgy az jó, szerintem. Lehet, a Tunix az... Az a mennyi? Hú, várjál. Az elsőn van majdnem 130 megtekintés. Akkor kell egy új. Úgyhogy abból is azért van még mit gyúrni. Meg ilyen. Súly. Rajta van a karkerát. Jaj. Mi lesz még ott? Ki tudja, lehet, hogy 140 vagy nálam. Mi van olyan videónk, ami már 200 fölött is van. Azt hiszem az edzős videó, talán. Már nem vagyok benne biztosan. Mind a 192 vagy 191 videót azért nem néztem végig. Én néha. Mert végig szoktam. Jaj, gyerekek. Hát így összességében egy ennyi a csatorna elejére. Úgy mond így a közeljövőben ezek várhatóak. Lesznek persze majd ilyen túrásabb videók, hogy meccsek, vagy valóban még elmegyünk másfele, nem itt Pécsen, hanem másfele. Majd kiderül. De jó videók lesznek idén. Megugrik a csatorna, remélhetőleg. Úgyhogy kösz szépen a figyelmet, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, a kis csengőt is nyomjátok meg, ami lent van itt valahol a feliratkozó felirat mellett, ugye? Ja. Hogy mindig értesítést kapjatok arról, ami éppen jön a csatornára, kis videó, nagy videó, akármi. És hát így majd jövünk a következő része, majd talán jövő hét környékén. Jövő hét környékén majd várható majd megint egy ilyen kicsit ilyen beszélgetős, vagy majd kitaláljuk mi a videó, de jó lesz az is. Úgyhogy ja. Addig is. Ennyi. Legyen szép napotok. Szevasztok. Csőtészta.